Tisztelt Hallgatóság, kedves érdeklődők! Csatlós István vagyok, és sokan ismerhetnek már a 2010-es, illetve előzőleg a 2003-as Office oktató videó csomagból annak elkészítése és a nevemhez fűződik, illetve a GIMP oktató videót is én készítettem. Ebben az oktató videó sorozatban a 2013-as Office-szal fogok dolgozni, és elsősorban nem az Office új szolgáltatásainak a bemutatása a célom, bár arról is menet közben szót fogok ejteni, hanem azokat az érdeklődőket célzok meg ezzel az oktató videóval, akiknek az Office mélyebb ismeretére van szükség, vagyis programozással fogunk foglalkozni. Az Office-ba beépített Visual Basic for Application fogjuk használni. Elsősorban a két olyan program van, amely az Office-ban, amely ezt igyekszik kiaknázni. Egy pillanat, erre most válaszolok erre az üzenetre. Ez pedig nem más, mint az Excel és az Axis. Az első videó sorozat, a sorozatnak az első eleme az Excelről fog szólni, most önök ezt látják. Ahhoz, hogy a Visual Basic for Application használni lehessen az Office-ban, meg kell tennünk néhány beállítást. Lássuk! Megnyitom az új Excel-t. Már a bejelentkező felület is teljesen át van alakítva. Tulajdonképpen a Windows 8-hoz optimalizálták ezt a verziót, amely egy teljesen új külső megjelenést kapott. Lehet látni a betöltés során, hogy nekem betölt több bővítményt. Ezen bővítmények egy része megtalálható, más része nem található meg egy normál installálás során. Például azok nem fognak megtalálhatóvá válni azok számára, akik egy normál telepítést alkalmaznak, amelyek a SmartLink funkciót jelentik. Ez nálam egy smart táblát telepített programot jelent, ami azt jelenti, egy interaktív tábla szoftver is van a gépen, és ezt ő látja, és ehhez ő integrálja a szoftvert. Valamint itt lehetett látni még egyéb dolgokat, például a Solver bejelentkezett, és a Solver is egy olyan bővítmény, amely elsőre nem kerül föl. Utána értesít engem, hogy ez még nincsen aktiválva. Hát ugye az aktiválás, tehát ez egy próbaverzió, 30 napos próbaverziót lehet letölteni a honlapjáról a Microsoftnak, és lehet látni, hogy én most az első napban vagyok, van még 29 napom az aktiválásra. Hogy ezen most túllépek, bocsánat, most nem akarom aktiválni, és akkor azt mondom, hogy kinyitok egy teljesen üres dokumentumot. Ugye az előző gombot választottam volna, hogy aktiválások, mint lehetett látni, kapcsolódik az internetre, és felmegy a Microsoft honlapra, ahol aktiválni kell. Bővítmények, ha már az elején erről szó volt, itt az Edit-ben vannak benne, és itt lehet látni, hogy nekem van egy Contribute nevű bővítményem, szintén nincsen alapból benne ez az Adobe programnak a sajátja, illetve hát van Developer funkciók, amik szintén nincsenek alapból benne, én ezeket már telepítettem, tehát fejlesztői funkciók, amelyeket én már telepítettem az indulás után, az első indulás után, és hát az Acrobat sem jelenik meg. Az Acrobat az Adobe, fent lévő Adobe programot ismeri föl, és onnan integrálódik a rendszerbe, és ez pedig az a rész, amit itt
mutatok, az pedig a smarthoz kapcsolódó rész. Na most csak menjünk vissza az elejére, és akkor megmutatom, hogy hogyan kell beállítani azt, hogy alkalmas legyen ő Visual Basic for Application kutatására. Hát először is be kell menni a File menüben, a Beállítások almenübe, és ott az Adatvédelmi Központ beállításainál meg kell hívni az Adatvédelmi Központ Settings, tehát beállítási funkciót, és ebben a makró beállításokat, tehát a makró settings beállításokat kell választanunk, és ott engedélyeznünk kell igazából minden makrót. Ez alapból nincsen engedélyezve, alapból a beépülő makrók és egyáltalán minden makró tiltva van, ezt nekünk engedélyeznünk kell, és ekkor fogunk tudni dolgozni makró, Visual Basic makróinkkal. Ez az egyik dolog, amit meg kell tennünk. Tehát még egyszer, File menü, Beállítások, Adatvédelmi Központ, Adatvédelmi Központ beállításai, makró beállítások és engedélyezés. És okéval le kell zárni. Ez az egyik. A másik, amit meg kell tennünk, az a fejlesztő eszközök lapnak a megjelenítése, amit itt látunk, a developer. A developer azt megtehetjük úgy is, majd fogok mindjárt mutatom, hogy itt az eszköztáron is megjelenjen, ezen a gyors eszköztáron is megjelenjen a Visual Basic lap, ami egyébként az F11-jel hívható, ez sem alapból jelenik meg az Excelben, tehát azzal a forró kulcssal elérhető, de ezeket hol kell beállítani.